Ukrajnában augusztus 23-án ünneplik a Nemzeti Lobogó Napját. Ungváron az esős idő ellenére is sokan gyűltek össze a Bohdán-Melnicki téren, hogy részt vegyenek a közös zászlók felvonáson. A rendezvény egyperces néma csenddel kezdődött. A jelenlévők az ország területi egységének és szuverenitásának védelme során életüket áldozó hazafiakra emlékeztek. Ezt követően a himnusz hangjára felvonták a nemzeti lobogót. Az ukrán zászló erőt ad az ukrán népnek, fogalmazott beszédében Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetőhelyettese. Az ukrán nemzeti zászló lelkesíti az országot, lelkesíti a harcosainkat. Az ukrán zászló ünnepe fontos a számunkra, különösen a jelenlegi időkben. Ezért is méltatjuk, legyen bármilyen is az időjárás. A zászlónk a győzelmünk szimbóluma, amely hamarosan meg fog valósulni. A zászló a modern kori Ukrajnában a megtörhetetlenség jelképe is, mondta a Kárpátaljai megyei tanácselnöke. A háború ideje alatt az ukrán nemzeti zászló ünnepe egyike az alapvető ünnepeinknek, amely a szuverenitásunk és a szabadságért folytatott küzdelmünk szimbóluma. Ezzel a zászlóval a kezükben vonultak az emberek a földünket megszálló tankok ellen. Egy fiatalember ukrán zászlóval a kezében lépett ki a mariupoli színház előtti térre annak bombázása után. Ma az ukrán zászló minden európai főváros és minden hivatali épületen ott van, mint annak a jele, hogy szolidaritást vállalnak velünk a szabadságunkért, függetlenségünkért és az európai értékekért vívott küzdelmünkben. Emlékezünk azokra, akik életüket áldozták ezért a zászlóért. Támogatjuk azokat, akik ma ez alatt a zászló alatt védelmeznek bennünket. Az ünnepi rendezvényhez a különféle civil és egyházi szervezetek is csatlakoztak. Minden nép számára a zászló nagyon fontos. Mi hiszük, hogy minden népnek Isten kijelölte a helyét és az idejét, hogy hol kell, hogy éljen, melyik területen. És hiszük, hogy az ukrán népnek is így van ez az életében. És nagyon fontos a gyökér, mert amikor egy zászlót felemelnek a magasba, akkor az ember gondolkozik azon a hagyományokon, azokon a tradíciókon, amelyek nagyon fontosak az ő életében. És néha valóban a gyökértől jön újra a megújulás, mert néha az élet viharai letörhetik a fát, de a fa új erőre kap és új ágat hajt, és gyümölcsöt tud hozni. Hisszük, hogy az Isten meg tudja őrizni az ő népét minden időben. Ezért mi fohászkodással állunk meg az Isten előtt, hogy áldjon meg bennünket, erősítsen meg és tartson meg bennünket. A kék-sárga zászló 1992-ben vált ismét az ország hivatalos lobogójává. 2004-ben az akkori államfő Leonid Kucsma nyilvánította augusztus 23-át a nemzeti zászló napjává Ukrajnában. Ebből az alkalomból minden évben országszerte ünnepi rendezvényeket, megemlékezéseket tartanak. Az Európai Bizottság újabb 1,5 milliárd eurós támogatást folyósított Ukrajnának, a 18 milliárd eurós makroszintű pénzügyi segélycsomag további részleteként közölte a brüsszeli testület. A közlemény szerint a támogatással az Európai Unió arra törekszik, hogy segítsen Ukrajnának a bérek és nyugdíjak kifizetésének folytatásában, valamint az alapvető közszolgáltatások, például a kórházak, iskolák és az áttelepített emberek lakhatásának fenntartása. Lehetővé teszi továbbá Ukrajna számára a makrogazdasági stabilitás biztosítását és a lerombolt infrastruktúra helyreállítását. A keddi kifizetésre azt követően került sor, hogy a bizottság megállapította, Ukrajna továbbra is kielégítő haladást ért el az uniós feltételek végrehajtása terén, és megfelelt a jelentéstételi követelményeknek, amelyek célja a pénzeszközök átlátható és hatékony felhasználásának biztosítása.
Ukrajna jelentős előrelépést ért el a pénzügyi stabilitás fokozása, a jogállamiság megerősítése, a gázellátási rendszer javítása, az energiahatékonyság ösztönzése és a jobb üzleti környezet előmozdítása terén, közölte a brüsszeli bizottság. Az EU a háború kezdete óta 76 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának. Ukrajnának 2024 végéig kell várnia arra, hogy megkapja az első holland F-16-os vadászrepülőgépet, mivel a holland légierőnek először át kell állnia az új F-35-ös gépek használatára. Ez a folyamat pedig jövő év végéig tarthat, mondta el kedden a holland védelmi minisztérium szóvívője. Mint ismeretes, vasárnap Mark Rutte ügyvivő miniszterelnök Volodymyr Zelenszky ukrán elnök hollandiai látogatása után bejelentette, hogy országa Dániával együtt F-16-osokat biztosít Ukrajnának az Oroszország elleni háborúban. Források szerint Hollandia valóban rendelkezik F-16-os repülőgépekkel, azonban egyik sem áll azonnal rendelkezésre. A vadászgépek jelenleg is a Benelux államok légterét ellenőrzik. Ezek a repülőgépek csak akkor szállíthatók Ukrajnába, ha az F-35-ösök átveszik a helyüket. Az ukrán kormány úgy döntött, hogy az új fűtési idényben nem engedélyezi a távhődíjak módosítását a lakosság számára, jelentette be Denis Smihál miniszterelnök a keddi kormányülésen. A jelentés szerint a kormányfő elmondta, a naftoház továbbra is 7400 hrivnya 1000 köbméterenkénti rögzített áron értékesíti a gázt a lakossági hőszolgáltatóknak. A miniszterelnök szerint ez a döntés a térre való felkészülést szolgáló átfogó intézkedések része. Azon dolgozunk, hogy minden ukrán otthonában áram és meleg legyen, és kritikus infrastruktúránk megbízhatóan védve legyen az orosz rakétákkal és drónokkal szemben. Szolidaritásban gyorsan és hatékonyan dolgozunk a győzelmünkért és az összes ukrán jólétért, hangsúlyozta Denis Smihál. Ukrajna függetlensége napjának megünneplése immár 10. alkalommal kezdődik imádsággal Ukrajnáért. Az Akadémiai Érdemes Kárpátaljai Népi Kórus kezdeményezése immár hagyománnyá vált. Idén is folytatódik, így mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre Ungváron. A hajnali imával a kórus nem csak Ukrajnát köszönti születésnapján, hanem egyesíti az ukránokat is. Ez nem csak egy hajnali, ez egy ökumenikus ima. Rendezvényünkön találkoznak a helyiek, sokan mások is eljönnek, akik szeretettel és tisztelettel vannak hazájuk iránt. Jelenlétükkel hazaszeretetet és a szülőföld iránti szeretetüket tanúsítják. Imádságunkon különböző felekezetű papok vannak jelen. Kárpátalja Ukrajna legnyugatibb vidéke, és a hajnali ima a függetlenség napja Kárpátalján Ungváron veszi kezdetét. Így van már 10. alkalommal. A rendezvény hagyományosan augusztus 24-én reggel Kijev idő szerint 6 órakor kezdődik az ungvári görögkatolikus székesegyháznál. Az Ukrajnáért szóló ima nem csak ukránul, hanem a világ országainak nyelvén is elhangzik. Ми вперше цього року будемо молитися не тільки мовами національних етнічних культур, які проживають. Idén először nem csak a Kárpátalján élő etnikai kultúrák nyelvén imádkozunk. Az ima kezdettől fogva ukrán, magyar, szlovák és cseh nyelven hangzott el. Idén pedig köszönetet mondunk a világ minden országának, akik támogatják Ukrajnát ebben a nehéz időszakban. Vagyis az ima angolul, németül, olaszul és a világ számos népén nyelvén elhangzik majd, akik most egységesen támogatnak bennünket.